Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, önök a Cikádor magazint látják, melyben összefoglaljuk a bátaszéki születőnapok legfontosabb eseményeit. Jubiláltak a testvértelepülések, jótékonysági koncert a kápolnáért, méltó helyére került a dolinai harang. Bátaszék két testvér településével is jubilómi évfordulót ünnepelt, a németországi Bézigheimmel 30, míg a felvidéki Nagysallóval 25 esztendős kapcsolat fűzi össze a várost. Érzelemmel és barátsággal töltötték meg az aláírt papírokat az elmúlt évtizedekben, hangzott el az ünnepi testületi ülésen. Arról is szó esett a partnerkapcsolatok működtetői, a civilek, akik között barátság és házasság is köttetett az elmúlt évek alatt. Dupla jubileumot ünnepelt Bátaszék idén, Nagysallóval 25, míg Bézigheimmel 30 évvel ezelőtt írták alá a testvértelepülési szerződést. Liebe Freunde und Kollegen! Kedves barátaim és kollégáim! Így kezdte jubileumi ünnepi beszédét Stefan Müller, Bézigheim polgármestere. Beszédében elmondta, 30 éve 1992 tavaszán írták alá azt a testvérvárosi megállapodást, ami azóta barátsággá, sőt szövetséggé fejlődött. Kiemelte, Bátaszéken keresztül ismerkedhettek meg Nagysallóval is, amit külön köszön a magyar településnek. Számos közös élményt, emléket és sok év további együttműködést kívánt mindhárom településnek. Nagyon sok szépet hozott nekünk. Marián Kotora, a Nagysalló polgármestere saját kezűleg írta alá 25 évvel ezelőtt, 1997-ben a megállapodást. Még mindig kötelez engem. Ugyanabban évben emlékeztünk a kitelepítésnek a 50. évfordulója. Megnéztünk egy szívfakasztó filmet, egy falu és egy nép története, amelyben rengeteg bátaszéki, nagysallai sorsok összefolytak. Így összefolytak a mi sorsaink is. Ez a 25 év sok szép találkozást, sok barátságot hozott nekünk. Általában megismertük a bátaszéknek a másik településeket, németországi Bézigheimet és Gyergyőditrót. Barátságok fonódtak, és rengeteg szép élmény volt. Úgy gondolom, hogy lehet, hogy voltak idők, amikor nem is tiszteltük, hogy mink is van, mert 20 év alatt gazdagodtunk minden esetre, én szerintem mind a két település, tanultunk egymástól, megismertük egymást az embereket, és hát egy család is született Bátaszék és Nagysalló között. Megismertük Bézigheimet, Gyergyőditrót, ott is rengeteg ismerős, jó barát van. Annyira nem tudtuk, hogy mennyire jó ez nekünk, csak most döbbentünk rá, amikor nem lehetett, amikor bezártak minket, és nem lehetett szinte kimenni a házból, rokonokhoz, barátokhoz, és nagyon-nagyon-nagyon hiányzott. Örülök, hogy most ebbe évbe legalább a ünnepségeket megtarthatjuk, nem csak a ünnepséget, de a visszaemlékezést is, és nagyon bízok benne, hogy jövő évtől kezdve olyan normálisabb időket fogunk élni, és újra találkozhatunk egymással, kiutazhatunk Bátaszékre, Bézigheimre, Gyergyőditróba, és nagyon szívesen várunk mindenkit ezekből a településekből és a környékből, mert mink is egy büszke, szép kis település vagyunk, ahol mindenkit mindig szeretettel várunk. Barátság titka abban rejlik, hogy elfelejtjük, amit adunk, és mindig emlékszünk arra, amit kapunk. Bozsolik Róbert, Alexander Dumas szavaival köszöntötte az ünnepi közgyűlésen megjelenteket. Ünnepelni jöttünk ma össze, hiszen Bézigheimmel 30 éve, Nagysallóval 25 éve írták alá elődeink azt a partnerségi megállapodást, amely elindította a településeket és a települések lakóit egy úton. Egy olyan úton, aminek az alapköve és előzménye
azért emberi tragédiákra és emberi életeknek a megváltoztatására épült, hiszen a háború után Bátaszékről kitelepített németek Bézikhely mellett egy nagyvárosba, Stuttgart és környékére települtek, vagy oda telepítették őket, és hát így esett a választás gyakorlatilag rajtuk keresztül Bézikhely településre. Még Nagycsaló esetében ugye pont fordított volt a helyzet, hiszen Nagycsalóból kerültek ide családok Bátaszékre. Így azt lehet mondani, hogy a mi barátságunk nem a klasszikus úton alakult ki, hiszen egy barátság az általában örömre, egy jó, pozitív élményre épül. Ez egyelőre fájdalomra, vagy induláskor fájdalomra épült. Azonban a lakók rövid időn belül láthatóan túl tudtak ezen lépni. Hamar megtaláltuk azokat a közös pontokat, ami segített elfeledni mindenkinek a fájdalmát. Segített feldolgozni a kint élő bátaszéki németeknek, hogy újra hazataláltak, és újra megtalálták azokat az emberi kapcsolatokat, megtalálták azokat az élményeket, amiket akkor még gyerekként élettek át, és öröm volt nézni, ahogy ők szeretettel fordultak szülőtelepülésük irányában, és mindenben önzetlenül segítették. Ha templom felújítás volt, akkor abban segítkeztek, ha a zenekart kellett támogatni, akkor abban, de alapvetően már csak az nagy élmény volt, ahogy ők végigsétáltak a falu vagy nagyközség utcáin, és mesélték, hogy itt mi történt velük, ott mi történt velük. Nagyon nagy élmény volt. A Nagycsalóval való kapcsolat is egy teljesen más élmény volt. Hiszen ott a Bátaszékkelre ide került nagycsalóiak, amikor visszamentek Nagycsalóba, és megmutatták például, ha jól emlékszem, Harcsapali bácsi azt a házat, amiben ő felnőtt, és a sors fintora, hogy Nagycsalló polgármestere és családja élt abban a házban, az emberek összeszorult a szíve. De tényleg túllendültünk ezeken a fájdalmas élményeken is, és azóta csak építkezünk. Építkezünk a Bézikhely barátaink a különböző területeken, legyen az diákok, hiszen ott kell megkezdeni a kapcsolatfelvételt, hiszen ők a legfogékonyabbak adott esetben egy barátság kialakítására. Azt gondolom, jó úton jártunk, de nagyon jó kapcsolata van a tűzoltóknak, nagyon jó kapcsolata van gyakorlatilag a hagyományőrző egyesületeknek, és hát Nagycsaló esetében pedig ott is ugyanezeket az utakat jártuk. Érdekes módon a tűzoltók egy kapocs, ott is a tűzoltó egyesületek működnek kitűnően, de Nagycsalóval a sportban is nagyon jó barátságokat tudtunk kötni. A polgármester hozzátette, hogy 1992-ben és 97-ben egy papírt írtak alá az elődök, amit azóta sikerült érzelemmel és barátsággal megtölteni. Az átlag bátaszékieknek átlag bézikhelymi és átlag nagycsalói emberek lettek a barátaik, akikkel napi szinten, vagy legalábbis rendszeres alkalommal találkoznak. És ami még egy érdekesség és egy adalék, hogy házasságok jöttek létre. Bátaszéki hölgy, nagycsalói fiatalember, bátaszéki hölgy és egy bézikhelymi fiatalember között. Azt gondolom, hogy talán az ő házasságuk a legnagyobb bizonyíték arra, hogy itt határok nem léteznek. Ha jól működő emberi kapcsolatok vannak, és ezt meg tudják jól élni az érintettek, akkor gyakorlatilag elérte a célját azt, amit az elődök letettek, és nagyon bízunk benne, hogy az utánon következő nemzedékek is megtalálják azokat a pontokat, megtalálják azokat a kapcsolódási lehetőségeket, megtalálják azokat a barátokat, akiken keresztül évekig, évtizedekig, vagy akár évszázadokig is lehet testvértelepülési kapcsolat Bézikhelym, Nagycsalló és Bátaszék között. Cifra György magyar zongorista születésének 100. évfordulója ihlette azt a kulturális zenés estet, melynek bevételét jótékonysági célokra fordítják. A beérkezett felajánlások a Kálvária kápolna felújítási költségeinek fedezetét képezi majd. Thank you.
Balázs János Kossuth Díaz zongoraművész adott koncertet a Nagy Boldogasszony templomban szeptember 9-én. Az este során Liszt, Puccini, Brahms vagy akár Strauss által írt dallamokat is hallhattak az érdeklődők. A művész elárulta, nem először jár Bátaszéken. Bevallom férfiasan, hogy nem jártam Bátaszéken azelőtt, hogy feleségemet nem ismertem volna meg, aki hát itt nőtt fel, ide született, 18 éves koráig itt lakott, és ő általa ismertem meg ezt a várost, ami hát valamilyen szinten engem lenyűgöz. Egyrészt én nagyon nagy lokálpatrióta vagyok, tehát járva Párizs, Róma, London legnagyobb utcáit, tereit, intézményeit, koncerttermeit, én mégiscsak azt mondom, hogy Magyarországon lenni egy magyar művésznek az felüdülés, és itt Bátaszéken nagyon nagy nyugalomra, szeretetre találtam mindig az emberek között, az intézményekben is, és kiváltság, azt hiszem, ez a templom, ahol most is vagyunk, mert hát ez gyönyörű, szép, fantasztikus akusztikája van, atmoszférája van, úgyhogy itt zongorázni, itt lenni számomra tényleg kiváltságos, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy a feleségem révén ide csöppentem, és részese lehetek itt a helyi kultúrának. Az est során a világszerte ismert magyar zongorista Cifra György legkedvesebb repertoárjába hallgathattak bele az érdeklődők, de a munkásságába és életútjába is betekintést nyerhettek. Ágyúk és virágok önéletrajzi könyvéből Csötönyi László olvasott fel szemelvényeket. Egészen elképesztő volt az az igazság, hogy nagyon furcsa érzés volt, amikor megkapok egy szöveget, bármilyen prózát vagy verset, vagy fölkérnek hasonló jellegű közreműködésre, akkor van, hogy hosszú órákat vagy napokat töltök azzal, hogy valahogy az enyém magamivá tegyen a szöveget. Tehát, hogy az érthető, érezhető legyen, és ne csak számomra legyen érthető, de meg tudjam értetni azokkal, akik velem szemben ülnek vagy állnak, tehát a közönséggel, és mondjuk át tudjam adni azt az érzést, amit számomra nyújt nyilvánvalóan. És ezeket a cifra szövegeket, amikor először elolvastam, akkor úgy éreztem, hogy ez nekem pont elég. Tehát nem kellett küzdenem vele, mert hogy a történelem viharaiba is egy kicsikét betekintést nyerhettünk, ugye a családi viszontagságokban, az egyéni élete őrlődéseibe, maradjon, menjen, mit csináljon, vajon az a fajta zenei, szakmai felkészültség, amivel ő rendelkezett, az mivé tehette volna őt, és miért kellett ő neki mondjuk lokálokban, vagy bárokban improvizálni, vagy zongorázni, holott mondjuk a világ hangversenytermeiben lett volna a helye. Érdekes volt maga a sztori és a történet, és nagyon, nagyon megható és személyes. És megmondom őszintén, hogy nem esett számomra rosszul, vagy nem volt nagy és nehéz feladat ezt átadni, mert nagyon egyszerűen az enyém volt a szöveg. Talán, vagy abban bízom, hogy, és a szemeken ezt láttam, hogy sikerült Cifra életéből nem csak a zenén, hanem mondjuk az életrajzi írásain keresztül is átadni valami apróságot. Legendás magyar zongoraművész 100. születésnapját ünnepeljük világszerte a világ legfontosabb koncerttermeiben, így nem is kérdéses, hogy Bátaszékre is el kellett jönni. És ebből adódóan itt vagyunk most, egy csodálatos koncertet játszottam. Ahogy említettem, ugye ez a templom, az akusztika, a helyi emberek szeretete, ez nekem nagyon-nagyon sokat ad, nagyon jó érzés volt itt játszani, Cifra Györgyre emlékezni, és azt hiszem, hogy mindemellett még egy jótékonysági misszióban is részt venni, számomra megtiszteltetés, és remélem, hogy a jövőben is tehetek azért, hogy Bátaszék városa hasonló típusú rendezvényein a zene által, a zongora által, magam képviseletével részese lehessek a jövőképnek. A koncerttel a település határában omladozó Kálvária kápolna rekonstruálására gyűjtöttek. Bátaszék kisváros ugyan, de nagyon gazdag történelmi múlttal és nagyon különleges műemlékekkel rendelkezik. A Nagy Boldogasszony plébánia templom mellett egy különleges műemléke a barokk Kálvária, amely még az 1730-as években kezdett el épülni, és kiváló bécsi művészek is dolgoztak rajta. A barokk művészet egy kiváló alkotás a gyönyörű szobrokkal. Többször felújításra szorult már, és most is egy felújításon esik át.
ez természetesen nagyon nagy anyagi erőt igényel, és ennek a fedezetére történt tulajdonképpen ennek a koncertnek a gondolata, vagy vetődött fel ennek a koncertnek a gondolata is, hogy támogassák ezzel is a Kálvária kápolna felújítását. Ennek az élére fővédnökként állt Felföldi László megyés püspök úr, és tulajdonképpen ennek köszönhetően jött létre ez a ma esti koncert itt a Nagyboldogasszony plébánia templomban, és hát nagyon nagy örömmel konstatáltuk, vettük tudomásul azt, hogy milyen sokan voltak itt, és milyen nagy örömmel hallgatták ezt a gyönyörű zenét. Magyarországon olyan fantasztikus zsenik tettek le alapköveket a kultúra területén, mint Kodály Zoltán, hogy csak egyet említsek a nagyon sok közül, aki ugye elmondta, hogy a zene mindenkié. És ezt nem csak mondanunk kell, hanem tennünk is. Én úgy gondolom, hogy művészként mindenhová el kell vinni a zenét, a zene szeretetét, azon helyekre is, ahol minden nap több alkalom nyílik hatalmas kulturális rendezvényeket látogatni, és olyan helyre is, ahol ez nagyon ritkán tehető meg. Ha Liszt Ferencet vesszük alapul, aki tényleg mindenhová elvitte a zenéjét, a magyar kultúrát, akkor nekünk kötelességünk. Én még annál inkább szeretek olyan helyen játszani, ahol nem feltétlenül van állandó zenei élet és kulturális pezsgés, mint Párizsban vagy Londonban, mert érzem, látom, tapasztalom, a bőrömön érezhető az a szeretet, kíváncsiság, vágy a közönség felől, amely ugye azt predesztinálja, hogy a művész is egy kicsit másképp játszik, mert érzi, hogy ez nem az általános megszokott várakozás és szeretet, hanem egy egészen kitüntetett figyelem. És hogy ezt Bátaszéken is érezte? Egyértelműen. Én egyébként is templomban hívő emberként kiváltságosnak érzem játszani, és valóban hiszem, hogy a zene az egy felsőbbrendű megnyilatkozása a csodának, és én azáltal, hogy részese lehetek annak a üzenetnek, egy küldője lehetek, amit ezek a zsenik megfogalmaztak, papírra vetettek. Ezáltal úgy gondolom, hogy ma este itt a bátaszéki közönségnek, ahol ugye nyilvánvalóan nincsen minden este 10 klasszikus zenei hangverseny, öröm volt játszani, nagyon jó érzés volt játszani, maradandó élmény volt játszani, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon mély érzések kavarodnak egy művészben minden egyes koncert alatt, de azért templomban játszani ilyen szerető közönségnek azért az mégiscsak privilégium. Méltó helyére került a nemrég megtalált dolinai harang. Az 1937-es öntvényt a Romkertben egy haranglábra helyezték el. Az eseményen a katolikus plébános megszentelte az építményt és az elveszettnek hitt egyházi tárgyat. A Romkertben helyezték el a közel 50 évet a földben töltő dolinai harangot. Mint arról már korábban beszámoltunk, 2022 tavaszán hosszú kutatások és sok munka után előkerült az 1970-es években az enyészet elől elrejtett harang. Nagyon nagy élmény volt ezt a harangot itt a helyén, reméljük, hogy a végleges helyén látni, csak hát hosszú út volt ez, amíg ideig eljutottunk, mert ugye röviden összefoglalva, amikor édesapám, illetve hát ő találta ezt ki, hogy a kútba kellene elhelyezni, mert ott lenne a legbiztonságosabb helyen. Ez az élet bizonyította az ő bölcsességét, és ez a harang igen szép állapotban megmaradt. Eltelt hát jó pár év, 46-47 év, és akkor sikerült ezt a harangot nagy-nagy összefogással, mert azért az itt mindenkinek van érdeme benne, de ez egy akkora közös munka, hogy itt nem tudja kisajátítani, és nem is szabadna kisajátítani ezt az érdemeket. Itt az összefogás eredményezte azt, hogy sikerült ezt a harangot úgy megmenteni, ahogy látszik is most ezen a kis haranglában. Nagyon nagy élmény ez. Hát szóval azért az ember életében ritkán adódik, hogy harangszentelésen, vagy avatáson, vagy szalagátvágáson vehet részt, meg egyáltalán, hogy megtalálhat egy ilyen harangot. Nagyon felemelő érzés. Én csak azt sajnálom, hogy a felmenőim nem látják, vagy nem láthatták ezt az eseményt, mert nekik talán még többet jelentett, mint nekem. Nekem is sokat jelentett egyébként. Krix Lőrinc bátaszéki helytörténész volt hosszú ideig az egyetlen, akinek elmesélte Szevényi Géza, mi történt a dolinai haranggal. Ő is jelen volt a megtalálásakor. Egyszer szólnak,
hogy menjünk ki, mert úgy néz ki, hogy megtalálták a harangot. Hát ennek végtelenül örültem, egy hegedűs nevű illető hatalmas nagy munkával, ki kell, hogy emeljem a nevét, hatalmas nagy munkával 3-4 ezer köbméter föld megmozgatása után megtalálta a harangot, én ott voltam. És valahogy a koromnál fogva újabban olyan tisztségek érnek, amit én ki nem érdemeltem, mint ma a kongatást. Tehát engem kértek ott föl, miután kimostuk a harangot, rendbehoztuk a sártól minden, hogy megkértek engem, hogy én kongassam meg a harangot, mint ott a társaság legidősebb tagja. Nem csak akkor, most a szentelésen is őt érte ez a megtisztelő feladat. Azt hiszem öregszem, de én elpityeregtem. Elpityeregtem, ezt komolyan mondom. Ez a harang megérdemli azt, hogy egy méltó helyre kerüljön. Én remélem hónap a gézanapi ünnepségeken is ebben a haranga fogják a világtudtára adni, hogy Bátaszéknek új királya, meg új királynője van. A haranglábat Soroc Zoltán készítette el, ahogy ő fogalmazott, Bátaszék város lakosságának és a dolinai emberek emlékének. Sokat gondolkodtam rajta, amikor polgármester úr felkért. Elsőre az jutott eszembe, az Omegának van a Ballada a fegyverkovács fiáról című szám, de ahogy telt múlt az idő, és az ember dolgozott ezen a munkán, tegnap a tékozló fű története jutott eszembe. Ugye, hogy ez a harang, amikor elkészítették, megélt egy dicsőséget, jó létet, egy megfelelő helyre került. Utána ugye a körülmények miatt száműzni kellett, ő nem önként ment el, de száműzetésbe került, és most ugye visszatérhetett egy eredeti helyre, ahol együtt van a dolinai templomnak a tégláival, és egy helyen lehet a haranga a régi rendeltetési helyével. Srot Zoltán elmondta, örül, hogy részese lehetett Bátaszék történelmének. Egy harang az magában foglalja a kezdetet. A haranglábat Srot Zoltán készítette el, ahogy ő fogalmazott, Bátaszék város lakosságának és a dolinai emberek emlékének. Állás, ugye, mert ebből tudták jelezni a falunak, a lakóinak, hogy valaki megszületett, fiú születette, lány, meghalt-e valaki, idős volt-e, férfi vagy nő, tehát egy harang az összeköti a kezdetet és a véget. Örülök neki, hogy a harang olyan helyre kerülhetett, hogy láthatóvá válik. Mert a legtöbb harang ugye egyszer látják az emberek, a hívek, utána fölkerül egy olyan helyre, hogy utána senki nem látja. Utána csak a hangjával szolgálja az Isten dicsőségét. Az ünnepségen Kürtesi Krisztián, a katolikus plébános megáldott az új építményt. Áldja és szentelje meg a harangot és haranglábat az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!